illetően. Hát ezek be is bizonyosodtak, ehhez több alkalommal nyújtott segítséget az a számszaki kimunkálást az állami számvőszék, hogy bizonyos kételyinket eloszlatva, de bizonyos kételyinket hogy megerősítve jelezte azt, hogy különböző állami pénzgazdálkodási trükkök, azaz nem megfelelő számadatok jutottak el a tisztelt parlament és az ország nyilvánosság elé. Milyen tisztelt hölgyeim, soron tisztelt elnök urak, tisztelt képviselőtársaim, szeretném kiemelni azt, hogy a számvőszék, azaz az ÁSZ 2009-ben 57 jelentést készített a tisztelt ház elé, az országgyűlés bizottságok 5 jelentésről és egy tanulmányról tárgyaltak, összesen 46 alkalommal. Ez persze a tisztelt ház felelőssége, hogy elégnek tartja-e, hogy a számvőszék által készített elnőzések tanulságairól ilyen számban tárgyal és ilyen figyelemmel kíséri az állami számvőszék által nyújtott lehetőséget, elemző munkát és értékelő munkát. Nyilvánvalóan ezt a megítélést mindenkire magára bízom. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos számunkra az ÁSZ jelentésekből azok a sommás kivonatok, amelyet a tisztelt ház az elnök úr, a főtitkár úr aláírásával megkapott, hisz sok dologban fölkaptuk a fejünket egy-egy ilyen másfél-két oldalas jelentés kapcsán. Nagy mértékben segítette munkánkat, hogy mire illik most az önök elnőzési tapasztalai kapcsán odafigyelni. Gyakorló polgármesterként is az önkormányzatok elnőzésekor, ellenőrzéseiről készített jegyzőkönyvekből a kivonat, a tapasztalat, a konklúzió nagyon sok esetben felhívta a figyelmemet, és gondolom más önkormányzati vezető számára is, hogy esetleg milyen félreértések, milyen helytelen törvénygyakorlatok vannak az életben, a praxisban, és jobb ezt minél gyorsabban kijavítani és helyretenni, mint hogy akkumulálva később egy jelentés kapcsán akár komoly felelősségre vonás is gerjesztett volna egy-egy jogszabály, törvény, vagy pedig szakmai előírás nem pontos betartása. Nos, tehát, mint mondtam, 57 jelentést készített a számvőszék az országgyűlés bizottságainak, 6 jelentésről és egy tanulmányról 46 alkalommal tárgyaltak a parlamenti bizottságok. Lehet, hogy nem ide való, de sommás megjegyzésem is van, mégpedig a elnőrzések több jellemzőiről. Nyilvánvaló, hogy kiemelés és önkényes kiemelés részemről, ezért szeretném elmondani azt, hogy nem volt elég a korrupció ellenességre és a korrupció kutatásra folytott energia. Ez persze a jelentésben is megtalálható, hogy a korrupció ellenség és a korrupcióval felszámolásával kapcsolatos kutatásokra kevés pénzt biztosított a költségvetés az állami számvőszéknek. Úgyhogy nagyon fontosnak vélem, hogy az állami számvőszék ezzel kapcsolatos tevékenysége megfelelő anyagi források mentén bonyolódjék, azaz többet tudjon fordítani az anomáliák és a korrupcióval kapcsolatos tapasztalatok feldolgozásához, kutatásához és feldolgozásához. Szeretném kiemelni különben az állami számvőszéke eredelmes jelentéséből, tevékenységéről szóló jelentéséből, amelyben a komoly kritikával illette az állami számvőszék a vagyonkezelés tavalyi tevékenységét. Hölgyek, urak, az nem létezik és nem lehet, hogy egy család otthon nem tudja, hogy mi az ő vagyona. Ugye ezt mindenki komolyan gondolja. Az sem létezik, hogy egy önkormányzat ne tudja pontosan, mi a vagyona, hogyan áll, hogy néz ki, olmadozik-e a melléképület fala, vagy jó-e a kerti kapa. Érdekes módon, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, a magyar köztársaság, a magyar állam nem tudja, hogy van a kerti kapája, és hogy van a melléképülete. Sőt, azt sem tudja pontosan, hogy milyen van. És ezzel való gazdálkodás pedig, hát nem tudom, milyen kifejezést használjak. Nem tudom, mert lehet, hogy sértenék, lehet, hogy nem volna eléggé illedelmes a megjegyzés. Talán azt próbálom megkockáztatni, hogy kritikán aulni. Szóval tudják, hogyha egy önkormányzatnál úgy tartanák nyilván a vagyont, vagy épp egy családnál, hát a család csődbe jutna, az önkormányzat csődbe jutna. Lehet analógiaként azt is felvetni, hogy miért is van ilyen állapot az állami költségvetés tájékán. Valószínű azért, mert nem csak a vagyonnal bántak,
EBEK 30 adjára, hanem az állami pénzekkel is sok helyütt. Megmerészem tenni ezt a kijelentést, és úgy gondolom, hogy ez nem tűrhető állapot, hogy a Magyar Köztársaság vagyongazdálkodásával kapcsolatos olyan anomáliák merüljenek föl, amelyre az állami számvevőszék felhívta a figyelmünket. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, komoly teendőink vannak a parlament szintjén, az ellenőrzés szintjén és a kormány szintjén is. Felhívta az állami számvevőszék jelentésében is figyelmünket arra, hogy új zárszámadási gyakorlatra van szükség. Hát, ha a zárszámadás törvényt vesszük elő, és azzal kapcsolatos ÁSZ megállapításokat, komolyan mondom, akinek kevés vagy rövid haja van, annak is égnek fog állni. Tudják, azért mégiscsak borzasztó, hogy tárcák azzal az összeggel, amelyet rábízott a tisztelt ház, a parlament, a Magyar Köztársaság állampolgárai, egy-egy fejezet, azaz egy minisztérium, egy tárca, egy főhatóság nem tud elszámolni hitelesen. Szóval, miért hiszem, hát hölgyeim is olyan, mert 2009 évi gazdálkodásról szóló állami zárszámadási feladatoknál az állami számvőszék nagyon fontos megállapításokat tett számunkra, amely persze nem jelenti azt, hogy nem kell elfogadnunk a zárszámadást, mert bevételek és kiadások perfektuálódtak, megtörténtek, de az a rengeteg tapasztalat, amely az állami számvőszék jelentéséből számunkra, akik nem mehetünk oda minden egyes fejezethez, nem nézhetünk meg minden kiadási rovatot, hát elég sok más véleményt és feladatot szab az állami számvőszék 2009 évi állami zárszámadással kapcsolatos jelentésében is. No, de hogy haladjunk a kérdéssel, azért el szeretném mondani azt, hogy, és kérem, jóha tudják, hogy 2009 évben közreadott jelentéseiben az ÁSZ munkatársai közel 700 javaslatot tettek, amely mintegy 650 szervezetnél végzett helyszíni ellenőrzésből fogalmazódott meg. Még egyszer mondom a számot, mert azért mégiscsak fontos, 700 javaslat. Tudják, az sem mindegy, hogy ezeknek a javaslatoknak mi a sorsa. Ki veszi komolyan, ki veszi feladatával, hogy intézkedjen. Tehát megvan, le van ellenőrizve egy-egy ellenőrzés kapcsán, egy helyszíni ellenőrzés kapcsán egy rovat, egy költséghely, egy intézmény, de hogy a javaslatát használja valaki, és komolyan veszi-e, hát azért ez sokunk felelőssége. Jó, hogyha konkretizálni tudnánk ezeket a felelősségeket. A számvesztély törvényi előírásnak megfelelően az országgyűlés elnök által pályázat útján megbízott, független, könyvvizsgáló ellenőrzi, és szeretném kiemelni ezt is, az ÁSZ gazdálkodását. Mint intézménynek, neki is vannak pénzeszközei, vagyontárgyai, amelyekkel működik az állami számvevőszék, és ezt egy az országgyűlés elnök által megbízott független könyvvizsgáló ellenőrzi. 2009 évi gazdálkodásáról készült költségvetési beszámolót hitelesítő záradékkal látta el, amit viszont jó pár helyütt és jó pár költségvetési fejezetnél, minisztériumnál és alrendszerbéli költséghelynél nem tudtak a 2009 évi gazdálkodásnál, és most megint az állami pénzekről beszélek, a zárszámadás törvényről, és nem a számvevőszékről. Ott viszont nem tudtak hitelesen is elfogadtatni hitelt érdemlően. Fontos dolgra hívom fel a tisztelt ház figyelmét, többek között arra, hogy 2009-ben összesen 54.814 közvetlen ellenőri napot fordítottak az állami pénzek ellenőrzésére. És lehet, hogy kormányzati szándék, de ez 1003 nappal kevesebb, mint a 2007-es. Furcsa, ugye? Amikor bajok vannak az állami pénzekre, akkor még kevesebb pénz van arra, hogy a helyszíni ellenőrzésekre ellenőri napot fordítsanak, mint egy 1000-rel. Hát, ha valaha kellett volna az állami pénzekhez és annak ellenőrzéséhez ellenőri óraszámokat biztosítani, napokat, akkor az elmúlt évihez illett volna még többet finanszírozni, de a központi költségvetés szintén restriktív módon megszorította az állami számvőszéket is, hogy ihaj-csuhaj, kevesebbet ellenőrzetek, meg vagyunk mi anélkül is. Bocsánat a vulgáris kiszólásért. De azt hiszem, hogy mindenki pontosan értette, hogy nem volt érdeke 2009-ben az akkor aktuális kormánynak, hogy az állami pénzekre több időt fordítson. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, a törvényi kötelezettségek teljesítése kapcsán az ellenőrzési kapacitás 72%-át vette igénybe a ellenőrzési kapacitásnak a helyszíni ellenőrzés,
évenkénti ellenőrzési kötelezettség teljesítését 5 jelentés készült még, de itt inkább ugrok, de nagyon fontos, hogy az MTI részvénytársaság, tehát az állami gazdasági társaságok ellenőrzését is végezte az állami számvevőszék, a fővárosi önkormányzatot, azon kívül a kerületi önkormányzatok szintjére is lefáradt az állami számvevőszék, hogy számba vegye az ottani pénzgazdálkodást. De azért kiemelem azt, hogy a 2009 évi tevékenységében is a legnagyobb súlyt a zárszámadás ellenőrzésre fejtette ki, tehát az állami költségvetés teljesítésére, és annak ellenőrzésre folytott az állami számvevőszék. És aztán azt is el kell mondanom, hogy kivételként ellenőrzési kötelezettségének keretében 5 párt és 3 pártalapítvány gazdálkodásának ellenőrzését végezte az állami számvevőszék, 8 jelentés készült 2009-ben az ÁSZ-nál. A rendszeres ellenőrzési feladatok teljesítéseként 25 számvevőszéki jelentést adott közre az ÁSZ. Ennek feladatnak megfelelően 78%-át a helyi önkormányzatok ellenőrzésére fordította. 109 helyi önkormányzatot ellenőrzött az állami számvevőszék 2009 évben, és ez persze a költségvetése és a vagyongazdálkodásra vonatkozott elsősorban. És készült önálló számvevőszéki jelentés is 16 jelentősen nagyságú költségvetési intézménynél. A központi költségvetés fejezetei közül az Országgyűlés és Honvédelmi Minisztérium fejezetében több évre kiterjedő átfogó ellenőrzést hajtott végre az állami számvevőszék. Rendszeres feladatként végzi az ÁSZ a központi költségvetés támogatásban nem részesülő, de ugyanakkor pártként nyilvántartott szervezetek gazdasági ellenőrzését is. Hát akkor itt most ugrunk egy picit, mert időm rövidesen lejár. Szeretném megemlíteni azt is, hogy elnőzték az országgyűlési időközi választások elszámolásával kapcsolatos feladatokat. 3 fő típusba sorolja az ÁSZ saját elnőrzéseit. 2009-ben kapacitás 46%-át a szabályszerűség ellenőrzésre folytották, költségvetés véleményezésre, zárszámadás, pártok, alapítványok gazdálkodásának ellenőrzésre, 22%-át az átfogó ellenőrzésekre, és 32%-át a teljesítmény ellenőrzésére. Időm úgy látom lejárt, szívesen beszéltem volna még róla, tisztelt ház, tisztelt elnök úr, köszönöm megértő türelmét, javaslom az állami számvevőszék 2009 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm képviselő úr felszólását. Természetesen ismételt felszólalásra a vita során képviselő úrnak lesz lehetősége. Most megadom a szót Bordvai Lászlónak, az MSZP képviselőcsoport vezérszónokának. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Költségvetési politikával foglalkozó képviselőként mindig nagy érdeklődéssel tanulmányozom az állami számvevőszék éves tevékenységéről szóló beszámolókat, hiszen a jelentések számos tanulsággal szolgálnak a korábbi jogalkotási tapasztalatokról, és irányt mutatnak a jövőben megalkotandó jogszabályok tervezésével, lehetséges tartalmával, végrehajtások minőségével kapcsolatban. Nincs ez másként az előttünk fekvő JPER 813-as számú jelentéssel kapcsolatosan sem. Előre szeretném bocsájtani, hogy az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja nagyra értékeli az állami számvevőszék munkatársainak 2009-ben végzett szakszerű, magas szakmai színvonalú tevékenységét. Az állami számvevőszék ugyanis szertágazó, sokrétű feladatnak köteles eleget tenni, amelynek csökkenő ellenőrzési kapacitás mellett is meg tudott felelni. A beszámolóból kiderül, hogy az állami számvevőszék az ellenőrzési feladataira 2009-ben 1003 ellenőri nappal kevesebbet fordított, a korábbi évhez képest, amely részben a pénzügyi megtakarításokat célzó intézkedések, illetve a megnövekedett mértékű nyugállományba vonulás hatásaiból adódott. Az állami számvevőszék ellenőrzési kötelezettségeinél változatlanul meghatározóak a törvényekben különféle rendszerességgel előírt, évenkénti, két évenkénti, illetve rendszeres feladatok. A törvényi kötelezettségek teljesítése az ellenőrzési kapacitás 72%-át, ez 2008-ban 64% volt vette igénybe, és 38 jelentés készült, míg 2008-ban ugyanebben a kategóriában 32 jelentést készített az állami számvevőszék.
A törvényi előírások teljesítése mellett